Sorozatgyilkosok mindenhol vannak. A történelem leghírhettebb ilyen alakjai főleg amerikaiak, mint például Ted Bundy, de már a számos orosz, kínai, indiai vagy épp latin-amerikai szörnyeteget ismerünk. És bizony, hazánk sem képez kivételt. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és már elhoztam nektek 10 magyar sorozatgyilkos, borzasztó történetét. Kis Béla Izsákon született 1877-ben. 1905-ben költözött Cinkotára, ahol aztán kiemelkedő tehetségű bádogos mester volt. Szomszédai kellemes embernek tartották, de közben zárkózott életet élt. Felesége 1912-ben elhagyta szeretőjéért, és még ebben az évben elkezdtek fémhordók gyűlni a háza körül, amivel bádogosként nem keltett feltűnést. Miután egyedül maradt, folyamatosan nőkkel levelezett, és fiatal lányok tucatjai fordultak meg nála. 1914-ben, az első világháború kitörésekor 37 éves volt. Nem sorozták volna be azonnal, de ő önként ment el harcolni. Távol létében a ház tulajdonosa fel akarta újítani az épületet, ezért Cinkotára utazott. A házhoz tartozó olban 7 fémhordót talált, amiből egyet megnyitva egy holttestet fedezett fel. Miután kiérkezett a rendőrség, az összeset felnyitották, és mindegyikben nőket találtak. A nyomozás megindításával kiderült, hogy Béla álnéven adott fel társkereső hirdetést, közel 500 nővel levelezett, és 174-en tettek neki házassági ajánlatot. Közülük választotta ki célpontjait. Áldozatait mind megfojtotta, és legalább 7, de akár 24 gyilkosságot is elkövethetett. Bár sokan látni vélték a háború után, Kis 1915-ben szerb hadifogságba esett, és a hivatalos jelentés szerint meghalt tifuszban. A Szeged környéki tanyavilág hírhet alakja volt Pipás Pista, aki szintén az 1910-es években kezdte meg álmokfutását. Átokházán született Fődi Viktória vagy Fődi Piroska néven, és 13 évesen került cselédként egy földes úrhoz, aki rendszeresen bántalmazta. Valószínűleg az emiatti bosszúvágy vitte rá a későbbi gyilkosságokra. A cselédség után férjhez ment, de elhagyta urát, és egyedül kezdett új életet. Nagy darab, erős nő volt, és elkezdett férfinak öltözni, hogy jobb napszámos munkákat kapjon. A környéken Pipás Pistaként vált ismerté, egy kocsmában még saját asztala is volt, és érdekes módon megrendelésre kezdett gyilkolni. Egészen pontosan egy asszony kérte fel 1916-ban, hogy intézze el Mihaszna, rossz egészségű és alkoholista sógorát, aki csak útban van a családja számára. Az áruhás Viktória két bűntársával együtt felkereste a sógort, és egy kötéllel megfojtották, majd felakasztották, hogy öngyilkosságnak tűnjön az eset. A rendőrség nem is gyanakodott, amíg nem kezdtek el hasonló megrendelések érkezni Pipás Pistához, és nem kezdtek gyanúsan megszaporodni az öngyilkosságok a környéken. Nyomozni csak akkor kezdtek el, amikor valaki feldobta Viktóriát. 1933-ban végül 2 gyilkosságot sikerült rábizonyítani, de ennél jóval többet követett el. Bűntársait több év börtönre ítélték, őt pedig halálra, de Horthy Miklós kormányzótól kegyelmet kapott. 1940-ben halt meg, a szegedi csillagbörtönben. A következő Holhos Jánosné, avagy a nikotinos gyilkos története. 1935-ben született Pap Erzsébetként, és a korabeli íratok szerint magas intelligenciájához semmiféle erkölcsi érzék nem párosult. 2 év alatt 4 ember tölt meg, dohánylevelekből kioldott nikotinnal. 1957-ben ment hozzá Rostár Istvánhoz, de fél év után úgy döntött, végez alkoholista férjével. Kísérletezés gyanánt először kutyáját mérgezte meg, majd egy 5 éves kislánnyal is végzett, hogy megtudja, hatásos-e a módszer embereken. Első gyilkosságát természetes halálnak vélték, majd férje 58-as megmérgezése után sem gyanakodott senki. Harmadik áldozata egy barátnője volt, aki valamivel megsértette, és mérgezett pálinkával kínálta meg, hogy kibéküljenek. Az ő ügyét öngyilkosságként zárták le. A nikotinos gyilkos ezután hozzáment Holhos Jánoshoz, de utolsó áldozata a saját nővére volt. Őt szintén pálinkával itatta meg, de ekkor hibát vétett, és visszaváltotta a mérgezett pálinkás üveget. Ketten kaptak mérgezést a visszavitt üveg miatt, így Holhos Jánosnéra terelődött a gyanú. Volt férjén megtalálták a nikotinmérgezés nyomait, így 1961-ben halálra ítélték. Erdélyi Nándor szerb származású magyar bűnöző volt a 90-es években. 1971-ben született, és Jugoszlávia széthullásakor csatlakozott egy félkatonai szervezethez.
Itt kapott fegyveres kiképzést, és állítólag részt vett a polgárháborús harcokban is, de végül 93-ban Magyarországra költözött, ahol bűnözőként próbált megélni. 94-ben elítélték fegyveres rablásért, és 97. decemberében került feltételes szabadlábra. Büntetése részeként kiutasították az országból, de 98. január 2-án Budapestre utazott, és elkezdődött a gyilkosság sorozat. Beszerzett egy pisztolyt, majd alacsony forgalmú boltokat rabolt kizáráskor. Bár elvileg a pénzért csinálta, minden esetben ok nélkül végzett a boltosokkal is. A Rákóczi úton egy sportboltot, Csepelen egy ruhaboltot, a Kinizsi utcában egy villamossági szaküzletet rabolt ki, és eközben 4 eladóval végzett. Ezután Erdélyi felkereste a rendőrséget egy akkoriban nagyport kavaró ügy kapcsán, és azt állította, hogy tud segíteni a nyomozásban. Gyakran bejárt a rendőrségre, de valójában csak hallgatózott, és azt figyelte, hogy haladnak a bolti gyilkos ügyében. A magyar nyomozásban végül az FBI profilozói segítettek. Azt mondták, az elkövető egy 30-as férfi, és valószínűleg keresi majd a kapcsolatot a rendőrséggel. Ekkor szinte azonnal gyanússá vált Erdélyi, aki szökni próbált, de március 4-én elfogták a határ közelében. Kezdetben csak a csepeli gyilkosságot tudták rábizonyítani, de végül 2004-ben elítélték mind a 4 ügyért. Életfogytig tartó szabadságvesztéséből legkorábban 2029-ben szabadulhat. A Nyírő Gyula kórház egy ápolónője fekete angyalként vált híressé, miután legalább 7 betegnek adott be halálos injekciót. A kórházi sorozatgyilkosok egy speciális kategória a sorozatgyilkosokon belül, akiket néha nem is a konkrét gyilkolási vágy hajt. Faludi Tímea 1994 óta dolgozott az Angyalföldi Kórház belgyógyászati osztályán, ahol 98-ban külön szabályt hoztak a nővérek és ápolók önkényes kezelései ellen. 2001-ben tűnt fel az egyik nővérnek, hogy Tímea utasítás nélküli injekciót adott be egy betegnek, aki nem sokkal később elhunyt. Jelentette a kórház igazgatójának, aki feljelentést tett, és a rendőrség őrizetbe vette a lányt. A vallomás és a poligráfos vizsgálat során kiderült, hogy nagyjából 40 betegnek adott be injekciót. Nem kimondottan a gyilkosság volt a célja, hanem a végstádiumban lévő halálos betegek szenvedéseinek enyhítése. Végül 8 esetet tudtak összeszedni, ahol igazoltan Tímea injekciója volt a halál oka. Az ügyben aztán folyamatosan megváltoztatta, majd visszavonta első vallomását, és végül nem gyilkosság, hanem foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért ítélték el 2002-ben. 11 évet kapott, de példás magaviselettel 2009-ben szabadult. Mellékes büntetésként örökre eltiltották szakmájától. Pár éve film is készült Kovács Péter, avagy a Martfűi Rém tetteiről. Történetének különlegessége nem csupán az, hogy mennyi ideig nem kapták el, hanem hogy hozzákapcsolódik a magyar bűnüldözés egyik legnagyobb szakmai hibája. 1957. július 22-én Kovács Péter megnézett egy filmet a Martfűi moziban, aminek egyik jelenete ihletet adott az első támadásához. A film után a cipőgyárhoz ment, ahol felfigyelt egy a műszakja végén magányosan hazainduló fiatal lányra. Miután megölte, a rendőrség a lány egy munkahelyi kapcsolatához kötötte az ügyet, és így ítélték életfogytiglanra Kírják Jánost, ártatlanul. Az első gyilkosság után Kovács házat épített és családot alapított. Egészen 1963-ig tudott ellenállni a késztetésnek, hogy újabb áldozatot szedjen. 2 sikertelen, majd 2 sikeres gyilkossági kísérlet következett, mindegyik magányosan hazafele tartó nők ellen. 64-ben és 65-ben is kerültek elő holttestek, és bár Kovácsra felfigyelt a rendőrség, stabil családi élete és munkahelye miatt kikerült a gyanúból. 67-ben a Körös folyóban megtalálták az addigi legdurvább támadás áldozatát, akinek a körme alatt üvegszilánkokat is találtak. Kovács Péter vállalati furgonjában és végül a férfi ruháján is megtalálták az üveget, így sikerült elkapni a rémet. 68-ban kiengedték Kírják Jánost 11 év fogság után, a valódi martfűi gyilkost pedig kivégezték. Bár csak 4 holttest került elő, feltételezik, hogy ennél több áldozatot is szedhetett. Szabó Zoltán a Balástyai Rém néven vált ismerté. A martfűi sorozatgyilkos kivégzése évében született 1968-ban egy Szeged környéki földműves családban. Felnőttként egyedül élt tanyáján, földművelésből és alkalmi munkákból. A 90-es években indult be az élet Balástyán, amikor az 5-ös főúton megindult a kereskedelmi forgalom, és így egyre több ember fordult meg az alföldi településen. Először egy presszóban dolgozó lány csalt ki a tanyájára, majd egy másik hölgyel megismerkedve őt is elhívta magához.
mindkettőjüket fejbeverte egy nehéz tárgyal. Harmadik áldozatát 2000-ben folytotta meg, és a negyedik gyilkossága vezetett lebukásához. 2001-ben egy telefonkereskedéssel foglalkozó nő ismerősét hívta ki magához egy üzlet kapcsán, ahol aztán őt is megfojtotta. Ekkorra a rendőrség már figyelte a környékbeli eltűnéseket, és az eltűnt asszony hívás listájában megtalálták Szabó Zoltán nevét. Elfogása után még bevallott egy ötödik, 1998-as gyilkosságot, és egy hatodikat is megemlített. A nyomozók szerint a Balástyai Rémnek biztos, hogy ötnél több áldozata van, de végül nem találtak több testet, és Szabó sem vallott be több esetet. 2003-ban ítélték el életfogytiglarra, de 2016-ban a cellájában végzett magával. Százhalombatta réme az 1966-ban született Balogh Lajos volt. 8 évesen félholtra verte nála fiatalabb unokatestvérét, majd 20-as éveiben 2,5 évet töltött börtönben rablásért. Az igazán sötét oldala viszont csak a szabadulása után jött elő. Domináns és erőszakos személyiségé vált, aki elvárásokat támasztott a környezete minden tagja iránt. Első áldozata felesége húga volt 94-ben, aki szerinte tiszteletlenül bánt a hozzátartozóival, ezért egy erdőbe csalta és végzett vele. Balogh ezzel a gyilkossággal teljesen elszabadult. Öccsével és egy barátjával bűnbandát szervezett, ahol a belépés feltétele a gyilkolás volt. Mivel a két fiatal nem volt képes végezni az első kiszemelt áldozattal, Lajos ölt helyettük is. Ezután elvált feleségétől és lőfegyvert szerzett, amivel egy ékszerboltot akartak kirabolni. Az erdőben tanácskozott bandájával, amikor két kocogó zavarta meg őket, és mindkét lánnyal végzett. Két nappal később a rendőrség megtalálta a két lány és felesége húgának holttestét. Balogh a kihallgatáson mindent bevallott, elmondta, mekkora élvezetet jelentett számára a gyilkolás, dicsekedett tetteivel, és még két gyilkosságról számolt be, amiket viszont nem sikerült bizonyítani. 2020-ban szabadult volna, de feltételes szabadlábra helyezését 5 évvel kitolták a börtönbeli erőszakos viselkedése miatt. Gerzsány Mária Kisteleken tevékenykedő méregkeverő sorozatgyilkos volt a 20. század elején. Alföldi parasztasszonyként élt, így korai életéről nem sok információ maradt fent. Összesen 5 férje volt, akik közül az utolsó kivételével mind váratlanul hunyt el, és érdekes módon Gerzsány minden esetben az életbiztosításuk kedvezményezettje volt. Haláluk oka az arzén volt, amelyet az asszony juttatott a szervezetükbe, de nem is ez a legdurvább. 1910-re egész vállalkozást húzott fel az arzénos mérgezésre. Boldogtalan feleségeknek ajánlotta szolgáltatását, és előszeretettel segített bárkinek családtagjai vagy ismerősei megmérgezésében. A csendőrség nyomozott Gerzsány Mária után, de a szolgáltatásait igénybe vevő falusiak nem voltak hajlandóak vallomást tenni. Végül 1911-ben ajánlotta magát egy hölgynek, aki a csendőrséghez fordult. Megjelölt pénzt adott a méregkeverőnek, akit a segítségével sikerült elkapniuk. Megtaláltak nála több ember halálához elegendő arzént, szépen, adagonként kimérve, és letartóztatása után 3 gyilkosságot tudtak egyértelműen rábizonyítani. Kistelek népe legalább 40 halálesetet kötött Máriához, és még ki tudja, mennyiben működött közre a környékbeli településeken. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, és végül a börtönben hunyt el, valamikor az 1920-as években. Hazánk egyértelműen leghátborzongatóbb története a tiszazugi méregkeverők esete. Gerzsány Mária arzénmérgezése egyfajta hullámot indított el az Alföldön. 1929-ben az ügyészség egy névtelen levelet kapott, ami szerint tiszántúli falvakban asszonyok egy csoportja légypapírból kioldott arzénnel gyilkol. A nyomozás során több tucat embert exhumáltak, akikben tényleg megtalálták a mérgezés nyomait. Az arzénos mérgezés egyfajta divattá vált a környéken 1911 és 29 között. Az esetek központja Nagyrév volt, aztán átterjedtek a közeli településekre, mint például Tiszaföldvár vagy Öcsöd. Voltak, akik a beteges, útban lévő családtagokat iktatták ki, voltak, akik az anyagi haszonért, örökségért vagy földért gyilkoltak, és olyanok is, akik férjüket vagy szeretőjüket ölték meg, hogy mással lehessenek. Az arzénos rémek csoportjának vezéralakja Fazekas Gyuláné volt, aki maga köré szervezte a helyi bába asszonyokat. A nyomozás lezárultával legalább 162 ember gyilkosságát bizonyították rájuk, de egyes források 300, míg mások akár 1000 áldozatról számoltak be. 28 gyanúsított került bíróság elé, de Fazekas Gyuláné végzett magával, mielőtt a csendőrök elfoghatták volna.
Az ügy végül 3 halálos ítélettel és 10 életfogytiglannal zárult, a többiek pedig 5 és 10 év közötti börtönbüntetést kaptak. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.